Én láttam a gyermekeinknek az életét. Láttam Dávidot. Én most már Dávidot 9 éve látom a családunkban valamilyen szinten. És ez óriási idő. És jó látni azt, ahogy ők összecsiszolódtak, és ahogy a nehézségekben, mint ahogy ebben a 24 órában is, én sokszor nem tudtam, hogy most ma reggel 9 órakor hol leszek, vagy 11 órakor, vagy 1 órakor. De Isten tudta, és az ő életükben is tudta, hogy őket egyé kovácsolta, és hogy ők egy pár lesznek, és jó volt látni ezeket a harcokat, amik megharcoltak, és tudom, hogy ezt Istennel harcolták meg, és így győzelemre vannak predesztinálva, győztesek lesznek, és nagyon hálás vagyok én is, hogy ilyen személy érkezik a családunkba. Én hálát adhatok Istennek, hogy az 5. lányunk, aki megházasodik, és mindegyik Veikóm egy főnyeremény. 5. lányunk házasodik, és mindegyik egy hívőtársat hozott a családba, és én azt mondom, hogy nekem, mint szülőnek, mint apának, ez a legnagyobb öröm. Pár szóban fiamnak köszönném meg, hogy nagyon büszke vagyok, hogy édesapja lehetek, hogy felcseperedett, kiszáll a családi fészkünkből, hogy egy fiúval megint kevesebben leszünk, de viszont egy lányjal meg többen, úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megtaláltátok egymást, és közösen képzeljétek a jövőtöket. Mondja, hogy ez már testemből való, testcsontomból való csont, de valószínű, hogy leesett az álma. És azt mondta, hogy wow, ez azért az, amire én gondoltam. Vagy lehet, hogy azt mondta, hogy angolul beszéltek, hogy yes, ez az. Ez a kapcsolat, ez nektek szól. És ez egy óriási áldás, tehát ez a szövetségi kapcsolat az, amit Isten akart. Ez az isteni rend, mikor benne van a férj, benne van a feleség, benne van a férfi, benne van a nő, és benne van az Isten. Az isteni rend szerint a ti szövetségi kapcsolatotok hűségen alapszik. Hűséges vagy Dávid, Fannihoz, Fanni a Dávidhoz. Ha ő hisz bennem, akkor én úgy érzem, hogy a csillagokat is elérem a kezemmel. Bár soha nem fogom elérni, de van bennem egy olyan érzés, hogy én szupermenné válok. Valahogy Isten úgy alkotta meg ezt a férfi és a nő között, hogy ez megtörténik. Úgyhogy kívánom neked, Fanni, hogy te legyél ilyen múzsa. Nagy tettekre sarkalló.